Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és ismét itt vagyok a Rust-ban, és egy csomó dolgot akarok még csinálni. Itt közben kitaláltam, hogy ebbe is lehet ilyen tervezőket tanulni, hogy beraktam a scrapet ebbe a workbenchbe, és 75 scrapér ad valamilyen tervrajzot, ami hát vagy hasznos, vagy nem. Na még egyet tanuljunk. Hát eddig megtanultam a csárkányt, meg a baltát, ami tök jó dolog. A jó, hogy le tudom kérni kidbe, de jó. Többet nem pazarlunk azért el, ezeket megtanulgatjuk. Ezek jól jöhetnek, de hát itt elég sokat lehet ebbe bele tuszkolni. Amit akartam csinálni, az pedig len ez. Elvileg most kijön belőle egy ilyen csörlősi. Ja, hú. Ez király lesz. Szerintem ez eléggé ütős cucc. Visszapakolunk a dobozokba. Mindent. Hogy is van? Ez odavalósi? Ez idevalósi? Jó, hát van valamennyi nyilunk. Visszarakjuk a kötőt is. Nem tudom, honnan vettem el a kötőt. Szerintem azt innen. Ja. Igen, jó. Scrapet az viszem. Valamennyi kő nem ártana, de szerintem az lent lesz. Főleg. Mégis van egy cuccunk. Na nézzük, hogy néz ki ez. Aha, belerakta. Oké. Okay. Hát, nem tudom. Ennek van, hogy ennek ilyen, ennek oda néz. Sebzés 100, pontosság. Ez egy nagyon durva eszköz, szerintem ez jó lesz nekem. Erre lehet tenni dolgokat egyébként. Oda néz is lehet. Nem ár, hogy távcsövet is rá lehet rakni. Még nincs távcsövem. Nem, ilyeneket nem lehet. Erre valami más dolgot lehet rárakni, de... Na jó, mindegy. Mindegy, ezt azért visszük, ez egy jó eszköz, viszont ehhez kéne némi kő. A kitet azt lekérem. Kis szokásosomat, ezt le lehet. Minusz 7, mi az? Starter kit? Nem, még nem lehet lekérni. Aha, értem, abból nincs. Ez nem áll rendelkezésre, meg ez se, majd csak 7 perc múlva. Húha, az viszont nem jó. Az viszont nem jó, mert akkor út közben ott kell szétütnöm dolgokat. Ajaj, akkor kell csinálnom legalább egy baltácskát. Azt gyártunk. Ahhoz viszont kelleni fog nekem némi fém szerintem. És már elvileg tudom gyártani, úgyhogy ez nem lesz gond. 100 fém, oké, hát egyet kraftolunk egy ilyet. Később majd úgyse kell kraftolnom. Mert eléggé megfogyott a fémem egyébként, hogy őszinte legyek. 2 perc van, hogy lekérjük a izét utána azt a szuper cuccot. Ja, várjunk csak. Mivel búvárkodni terveztem, ezért visszük a búvár cuccot, ha megtalálom, hogy hova raktam el, itt van. Visszünk egy palackot, egy búvár izét, egy ilyet, meg ezt. Nem, ezt nem. Melyik a másik? Még a talp. Ez lesz az, ja. És lehet, hogy nem visszük el az összes cuccomat, mert minek? Addig azt itt hagyjuk. Ezt fölveszem. A szemcsit is fölveszem. Hát. Ez még maradhat egyelőre. Jó, így elmegyünk. A scrapet sem viszem el, lehet mindet. Ezt a 4 valányot ezt elvisszük, úgyis lesz egy stackje neki. Így jó lesz. Oké. Okay. Hú, ezt a szemüveget levesszük, mert ez így elég durva. Jó. Ja, és akkor viszünk egy kis üzemanyagot, mert hajókázni fogunk, úgyhogy azt viszünk azért magunkkal egy párat. Így. Közben Hunit építkezik valahol a szomszédságba. Összefutottam vele már. Jó, most szerencsére ez így jó, ez így jó. Nézzünk valami jégtájat, és kb. Ez jó is, elmegyünk arra kihajózni. Egyet. 13 óra 46 ideális az idő a hajózáshoz. Kimegyünk a tengerpartig. Aztán kipróbáljuk ezt a jó kis íjat, ha találkozunk valami állatfélével. Nem nagyon látok állatot. Errefele.
Megyünk kifele, szépen. Valamennyi fát is vághatok végül is hazafele. Most egy motorcsónakot kéne először kajtatnunk. Valahol. Már egy kis izé az nem árt. Kő, ezt nem lehet fölvenni. Ezeket most nem szedem föl. Na ott van az izé, jó. Oda néz. Vaddisznó is van, jó. Hú, de rövid ható távolsága van. Most jó megfeszítette. Ezzel a nyillal nehéz lőni szerintem. Két lövéses a vaddisznó. Az meg egy lövéses, de durva. Ez nagyon durva. Jó ez a gyíl, csak meg kell vele tanulni lőni. De amúgy király. Oké, szerintem megcsináljuk a kis tőrömet. Ez egy farkas is. Ó, ott egy izé. Csónak. Az eliszkolt, jó van. Ugye kész lesz a késem. Azt a bontogatjuk is a... Jó, ezzel nem szórakozok, majd a másikat kibontjuk késsel a szarvaskomát. Addigra elkészül, mire odaérek talán. Ez is készült, nagyszerű, akkor őt már ezzel bontjuk. Ugye a kutyusnak is adunk. Vélhetően az is jó lesz. Innen megpróbáljuk kiszedni. Csak ezt jó meg kell feszíteni ezt a, az íjat, és akkor nincs vele gond. És az elélődtem, kicsit fölé kell célozzak. Na mondjuk ezen a tempóval nem fogom lelőni. Állja meg a vízbe, ahogy az előbb. Úgy. Jön is felém. Vagy nem. Jó, ennyi volt. Két lövéses, iszonyatosan jó ez az íj. Iszonyat jó az íj. Hát nagyon jó, le is ült a kutyus ide. Nagy akármi is ez. Remélem ez is meg van dögölve. Sós víz, azt nem isszuk, csak bontjuk a kutyust. Vagy farkast, vagy akármi is ez. Jó. Ez így rendben van. Na most a... Ó, még egy vatkan. Hát nem hiszem el, figyeld, mennyi jó kis állatka van itt. Ide kell jönnöm vadászni. Gyere, barátom. Jól megfeszített így, orba lőlek. Áj, de jól céloztam vele. Jó ez az íj, jó ez az íj, tetszik nekem ez. Hát igen, ő most kapott egyet a sejhajába, de... Hát meg lehet. Feszíts meg, barátom. Jó. Hát, nem vadászni jöttem ide, de... Ilyen vadászatnak tűnik ez már. Uha, gyanús ez a dög. Jó, mindegy, ezek veszett nyilveszek, ezek már eltörtek, vagy nem tudom, mi bajuk van. Az is jó az a csónak, lehet, hogy azzal fogok próbálkozni. Annyi kajámba lesz, hogy csak na. Na, nézzük meg akkor ezt a csónit. Löködjük bele. Na, ott van egy horgásztanya. De ezt gondolom nem tudom kiszedni. Ja nem, ez maszek. Eléggé le van pukkanva ez a csóni, megnézzük a másikat. Annak itt bőven szerencsére. Ez kicsit jobb állapotú, ezzel fogok operálni.
Akkor ezt pusholjuk oda befele. A vizet ért, jó lesz. Kicsit mehet ja arra fele. De a mélyvíz fele kell lögdösnöm, és akkor ott már jó lesz. Szerencsére a köveken átbuggolnak ezek a hajók. Na push, 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 push. Kicsiket lögdös rajta, nem tudom ezt hogy tudom megoldani, nagyobbat lögdössön. Hogy... Na, mennyi usszál, meg ilyenek. Na most már talán. Jó, ez már úszik szerintem. Azt mondja, hogy... Hogyan szállok be? F-fel, E-vel? Ne, lökköd. Vagy ugorjak bele. Ja, beleugrok, jó. Na, azt mondja, hogy... bele kéne tennem valahogy üzemanyagot, az hova szokás rakni bele. Jó, hát ide tudok rakni zsákmányt. Ebbe kéne raknom valahogy üzemanyagot, de hogy? Na, így tudok rakni bele, hogyha... Üzemanyag tároló ez az. Jó. Mondjuk rakok bele. Komolyan mellé dobtam. Na. Ezt akartam megfelezni igazából. 59-et belerakunk. Nem tudom, hogy 60-at itt hagyjuk. Így, jó. És akkor berántjuk. Elindult. Kivagyunk ezekhez a szemét dombokhoz. A palackokat meg majd megnézzük. Azzal kezdjük ott, itt egy palackot, de le tudunk merülni majd. Ja, ott van egy palackod, van egy hajóroncs. Megnézzük először ezt a roncs telepet itt. Jó. Ez van itt utaj. Van itt scrap is, nagyszerű. Megnézzük, hogy ez jobb-e, mint a egyébként máshol vadászni ilyen roncsokra. Ja, ez mindjárt el fog süllyedni, úgyhogy jobb, hogyha elhagyjuk ezt a süllyedő hajót szerintem. Igen, ez már süllyed is elfele. Ebben egy kicsit pakolászok szerintem. Hát a békatalp, az még egyelőre talán annyira nem. Viszont ezért ide bepakolászunk. De miért nem? Mi ez? Mi ez, hogy nyitás? Berakjuk a usit. Ebből csinálhatunk izét rögtön. Ilyet. Ugyani. Az egyet berakjuk, ez most nem kell. Ez a hús se kell egyelőre? Egyelőre ez a hús sem kell. Bőr se kell, ez se kell. Ezt azért nem piszkálom, mert ez most tekkelve van, és utána nem lesz tekkelve, hogyha megmozdítom. Nem sikerült jó helyre ülnöm. Ide kéne valahogy felülnöm ide. Ahogy úgy. Nézzünk bele, hogy mennyi üzemanyagot pazarolt. Ó, nem sokat pazaroltunk. Csináljuk meg akkor ezért inkább a palackos küldetést szerintem. Oda megyünk a palackhoz. Szuper. Fölvesszük a gúnyát. Azt mondja, ez is kell. Ez is kell. Ez is kell, más nem kell. És akkor mehetünk, nem? Ez engedi a lélegzést. Való ezt írja, hogy hogy fogy a palackom? Ja, ott a szekundom, oké. Na, leúszunk akkor ide, és felszedjük ezeket a cuccokat. Nem tudom ezt mivel. Ja, itt csak nyomni kell az E-t, aztán kioldja. És akkor fölmennek ezek a ládikák, fönt kibontom, és akkor... Megkapom a lootot belőle. Tiszta Subnautica, mi?
Úgy tabbal meg közben ránézünk azért a bubikra. Ott is láttam egy palack. Nem tudom hány ilyen van benne egyébként. Időveszteség. Ide kell állni, mert különben lesüljed a karakter, és akkor kezdhetem előről. Ha minden jól megy, ott számol. Alacsony minőségű üzemanyaga lehet tölteni a palackot, nem már. Nem, ebbe sem. Oxinpat, hát... Ez kiürül azt a sapka szerintem. Egyrészt megfulladok, másrészt meg annyi. Nem tudom ebből hány palack lesz, vagy hány ilyen lesz, de itt is van egy. Ezt is kioldjuk. Azt hiszem három ilyen van, meg mintha lenne egy nagyobb is, nem tudom. Megnézzük, hogy melyiket érdemes kiszedni jobban a szigeteket, mert ugye ez elég sok energiát emészt, de lehet, hogy ebben vannak a jó cuccok. Ha találnák benne receptet, mondjuk, hogy ilyesmit, akkor az lenne a királyság. Körbenézzünk, mert mintha egy nagyobb doboz is szokott lenni valahol a környékén, de nem vagyok benne biztos egyébként. Jó, nem sokat pazaroltunk. 100-at kb. Jó, mást itt nem látok. Igazából szerintem ez ennyi. Ennyi lett volna. Megyünk föl. Akkor három van rajtuk, úgy látszik. Ja, itt vannak a ládikók, látjátok? Megjöttek. Oké. Ó, egy kard. Megtanuljuk majd ügyesen. Azért ebben vannak jó cuccokám. Ez a laptop is. Na, hol van itt az utolsó árikó, az ott van. Még egy kard, jó. Nagyszerű, akkor ezzel meg is volnánk. De még mindig van itt valami. Nem tűnt el ez a cucc. Valahol még van egy láda ebbe. Mennyire pazarlom. Azért pazarlom, rendesen jó van. Négy ládás sekedek, tuti. Tuti, hogy négy láda van. Valahol van itt a fűbe is egy. Nem most süllyedt el. Oké, esélyedt az egész hajó. Oké, akkor ez megoldódott. El is tűnt. Jó mélyen van egyébként. Jó mélyen van, szuper. Még egyhez lemerülünk. Megnézzük, hogy milyen fajta dolgokat dob. Úgyhogy most kapásból az lesz a kövi lépés, hogy jó, felülünk, jó, így levesszük ezt a gúnyát, meg ezt. A búvártalp az maradhat, no problem. Jó. Átugrunk oda erre a részre, ide ülünk. És akkor kihajózunk, ott láttam, ott is van egy palack, oda még kimegyünk, oda is lemerülök. Idő 16:28, jó, akkor rám sötét legyen itt kint a nyílt vízen. Az elég kapufa lenne. Jó, hát ez nem fogyaszt sokat. Jó, visszaveszik a szükséges cuccokat, és már merülök is. Itt is egy ugyanolyan hajó lesz a tenger mélyén, még mélyebben. Akkor három láda, nem több. Gyorsan becélozzuk őket, ezt teszhetjük is. Hát ebben is kard lesz, meg ilyesmi, akkor annyira nem, de hogyha mondjuk újabb eszközöket találunk, akkor azért ezekre kell rámenni jobban. Ezekre a cuccokra. Mert akkor ezekben van a lóvé. Egy oké. Okay. Van egy itt föl, nem itt most nem itt van, ott se látom. Hol vannak? Hol vannak? Ha-ha. Ott van egy. Most tudom, hogy ez változó helyeken vannak, úgy néz ki mégiscsak. Gyorsan kioldjuk ezt is, most nem tudom, hogy lesz-e még egy. Célozzuk. Ha süllyedek ugyan, de nem érdekes, mert rajtom tartani a szélkeresztemet, az a lényeg.
Ja, az is megvan. Hát a harmadik ládikót nem látom, azt, mintha valaki elvitte volna. Lehet, hogy egy búvár elvitte. Mert nem látom sehol, se mellette, se körülötte. Jó, hát akkor ez két izés volt, ahogy látom. Az nem az, ugye? De, ez egy nagy láda. Majdnem itt hagytam. Egy óriás láda. Hú, ebben biztos sok minden lesz. Most lett egy nagy láda. Emlékeztem én ezzel, hogy amikor multiztunk a srácokkal, akkor nagy ládát is húztunk fel. Oké. Okay. Jó. Szerintem most én is megyek fel a ládával együtt. Közben azért így fészemem a hajón. Nem fogyott el, ugye? Nem, még van félig, van jó. Jó, hát nem látok rajta mást már. De három ládikó meg volt, és örülök neki, hogy van egy nagy láda is rajta. Gyerünk, kezdjük a naggyal. Az amondó vagyok. Na, rá is álltunk, szuper. Hát van benne egy kabát, az jó. Viszont meg is tudjuk tanulni ügyesen, okosan. Egy bunkó is van. Ezeket mind megtanuljuk, nem fogjuk elpazarolni őket. Már hogy így... Hol a harmadik valahol, még van egy ládikom. Hova jöttél föl? Na. Ott úszkál, mint ha úszkálna. Ja. Hát tudod, csak elmegyek már innen. Ponyva, nyíl, izébígyó, oké. Hát nyílat azt kidobjuk, majd de ide kiúszok egy kicsit. Hozunk egy kis olajat, ez egy olajplatformnak tűnik. Levesszük ezeket. Szerintem ezt a nyilat már most kidobom. A talpi az maradhat, a szemüveget veszem le, így. Jó. Az alig fogyott a kis ügyes izém. Az is kiesett, az meg nem esett le, jó. Jó tudni, akkor itt tengeren itt olaj minden van. Ez is az. Ja. Szemét, boiler, minden ebbe is volt. Jó, ez süllyed el fel, akkor úszunk haza. Idő 17 óra 16 perc. Jó van. Nagyszerű. Hát még egy-két helyet itt azért megkukkantunk. Ezen van egy ládikó például. Nem szívesen hagynám itt. Na nézzük, ebben mi van. Egy komplett tízé sugárvédő ruha, az jó. Az jó cucc. Oké. Okay. Hát. Valamennyit el tudok még helyezni itt. Ilyen kevésbé fontos dolgokat, mint például kalapács és ilyen. És kardot azt nem szívesen rakom le. Ez mondjuk ide valósi esetleg. Boilerka is. Jó, így egyelőre jók vagyunk. Ezt még kiszedjük, ezeket a cuccokat. Hopp, ebből még a... Itt volt egy nyitás, ez az. Palack az annyira nem is kell ám igazából, ezt még berakjuk ide is. Ezeket szétverem gyorsan még. Aztán kikötünk, mert igazából nem tudok ennél többet elvinni, amennyi most nálam van. Ezt össze tudtam szedni nagyjából, jó. Még itt van egy dobozka. Süllyed is el a cucc mindjárt. Ja. Bemozdult. Vagy nem. Tervileg mindent kilutoltam. Na azért. Na is süllyedt, jó. Jó. Nem jó. Nem jó, de jó. Hát majd kiszedjük, ami jó, ami fontos. Kikötünk kis hajóval aztán. Oda lecsücs. Menjünk haza, mert ez már így veszélyes.
sem távolodunk a dolgoktól. Ez az én vonalam, ez az én vonalam, ja, kb. Valahogy kell kikötnöm. Ezért ezt csinálok ide szerintem egy kis kerti házikót, egy ilyen kis egyest, amivel a hajómat el tudom rakni, hogy biztonsággal legyen hajóm. Nézd már, mi van ott. Azt hittem, hogy vaddisznó, de nem. Jó, kiszedjük belőle a naftalint. Így, és akkor összeszedjük, ami nagyon fontos, amit el kell vigyek mindenképpen. Tehát elvisszük a bőrt, meg a sok szövetet, az biztosan. Ezt megesszük. Ezt kidobjuk, ez nem kell. Elvisszük a sok csontot is, a kést azt kidobjuk, majd csinálunk egy másikat. Ezt elvisszük, igen, hús is jó lenne, ezt a húst mindenképpen elvisszük. Hát farkas húsom, az nincs otthon sok. De lehet, hogy nem is lesz nagyon. Mit vigyünk még? Ez annyira nem kell most. Hát, várjatok csak, megcsinálhatjuk azt, hogy... Hogy... Ide húzunk fel egy kis házikot már most a kikötőbe. Adjuk ide. Van annyi fám. Úgyhogy lehet építeni ide egy kikötős ezért cuccot, nem tudom hova kéne, hogy úgy kéne leraknom, hogy be tudjok hajózni bele. Kényelmesen, mondjuk itt valahol. Így. Nézd már, Krit csatlakozott ezéhez, a ligához. Az szuper. Ugyané. Egy ilyen ekkorka házikóra gondoltam, amiben elfér egy hajócska. Nem nagy valami. Mégis lehet akkor itt ezekkel foglalatoskodni, ezekkel lútos dolgokkal. Jó. Azt mondja, csinálunk egy, hát ezt nem tudunk, de csinálunk falakat. Így, né? Ide rakok ilyen falat, azt mindenképp. Ide rakok egy ajtót, itt be lehessen jönni. Ide rakok még falat. Ezzel a hajóval oda be kéne járnom egyébként, hogy ha őszinte legyek. Kicsit kiljebb lögdösöm. Mi ez itt? Üres babkonzerv. Ja, azt kiszórtam oda, jó, oké. Lögdössük csak kijebb a hajót. Így már majdnem úszik, nem? Már úszik, jó. Oké, de bejárok oda az elejébe. Üzemanyag tároló. Rakok bele valamennyit. 32-t mondjuk, hogy ezzel elindul. Beosonunk oda belőle. Már most ide megcsinálom az izét, ez a tengerparti vityilló. Ide bejárunk a garázsba, mert valahogy lehet, hogy itt majd le tudom zárni ezt a garást. Meglátjuk. Jó, egyelőre ez így szerintem pöpec. Oda majd valamit kitalálok, nem tudom mit. Lehet, hogy ideiglenesen lerakok egy platformot, vagy ilyesmit. És akkor zártá válhat a házikó, nem tudom. De egyelőre jó lesz. Mindenképpen ide csinálni kéne egy ládát. Ládikót. Várjunk csak. Jó, ezt nem, de ezt magamra tudom tenni, és akkor a ládikó elfér oda a sarokba valahova, mondjuk. Mindegy, valahova. Ide is rakhatom ebbe a részbe. Jó, ez a buvártalba, milyen lassan megy a csóka. Meg, ha meg lesz a ládikó, akkor rögtön kell egy ilyet is csinálnom. Aztán rámesteredik pikpak.
hogy állunk időbe. Jó, szerintem én elköszönök. Az építkezés az a következő epizódnak a történése, ez már nagyon hosszú lesz akkor a mai rész. Megépítem ide ezt a kis tengerparti házikót, és akkor ez lesz a tengerpartolós, lootolós bázisunk. Ugye van egy boltunk, már egy házunk, meg ez a tengerparti kis viskó lesz még, amit alkalmas lesz, hogy mögött azért is ki lehet rámolni ezt a világító tornyot a távolba, úgyhogy ez praktikus lesz mindenképpen. Ezt gyorsan rakom ide valahova, ide mondjuk, így, ni. Tábort is elkészült közben, ezt be is gyújtjuk valahol. Valahol itt mondjuk így. Így, és akkor a tábortűz melegétől búcsúzok el itt tőletek. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett, lájkoljatok, és jövök vissza a következő résszel hamarosan. Sziasztok!